A téli hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A legtöbb problémát többnyire a változó tapadó képességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei október 16 és december 8-a között közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket végeznek az utakon. A kontroll során a rendőrök felhívják a sofőrök figyelmét az őszi-téli időjárási viszonyokhoz igazított közlekedés és az erre való felkészülés fontosságára. A rendőrség Látni és Látszani 2017 egymásért elnevezésű programja során a sofőröknek lehetőségük nyílik a gépjárműveik világító és fényjelző berendezéseinek, gumiabroncsainak térítésmentes átvizsgálására, az autójuk őszi-téli időjárásra történő felkészítésére, valamint a vezetők látásának vizsgálatára is. A programban megyénk területén is több szakszerviz és optikus áll a résztvevők rendelkezésére. Minden ősszel igyekszünk rávilágítani arra, hogy mennyire veszélyt rejt magában, hogyha az autós sem önmaga, sem pedig a járművét nem készíti fel eléggé az időjárási, a téli időjárási körülményekre, a megváltozott látási körülményekre. Éppen ezért országos közlekedésbiztonsági kampányról beszélhetünk, a Látni és Látszani egymásért 2017 elnevezéssel, ezt a címet kapta az idén, és legfőképpen arra alapozunk, hogy mindenkinek fontos legyen az, és el is ismerje, illetve tudatosítsa magába, hogy fontos az, hogy ő is biztonságban legyen, illetve a járműve is rendben legyen. Éppen ezért szakszervizek csatlakoztak már évek óta, és most is folyamatosan csatlakoznak ehhez a kampányhoz, amit a látniislátszani.hu oldalon meg lehet nézni, és lakóhely szerint illetékességgel kidobja a gép azt, hogy a környezetében hol található ilyen szerviz, ahova beviszi az autóját, és ingyenesen átvizsgálják, és felhívják a figyelmet arra, hogy mi az, amit javítani kellene, mi az, amit cserélni kellene, illetve pótolni. Esőben, hóban és ködben a járművek körvonalai elmosódnak, és a valóságosnál távolabbinak látszanak, ezért tartson a szokásosnál nagyobb követési távolságot. A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban mindig az előrelátásnak, az óvatosságnak és a biztonságnak kell érvényesülnie. A rosszabb látási viszonyok miatt a járműből a gyalogosok és a kerékpárosok is nehezebben észlelhetők. Fokozottabban ügyeljünk rájuk, a gyalogátkelő helyeket a szokásosnál is óvatosabban közelítse meg. Persze változhat az időjárás. Legfontosabb az, hogy lássuk a kerékpárost, ki legyen világítva a kerékpár, különösen az esti órákban, amikor már szürkület van, használják a világító berendezést, illetve olyan ruházatban közlekedjenek, ami visszaveri a fényt, illetve világosabb. Egy vékony fényvisszaverő karpánt is nagyon sokat segíthet, arról nem beszélve, hogy a mellény igaz, hogy lakott területen kívül kötelező olyan látási viszonyok között, amikor indokolt, de sosem árt, és a téli időszakban lakott területen belül is nagyon ajánlott, és nagyon ajánljuk, és napközben is, mert napközben is előfordulhat most már a köd, a pára, ami a látási viszonyokat nehezítik, és ugyanez vonatkozik a gyalogosokra is, hiszen télen mindenki megszokta, hogy sötét ruhában, szürkében, sötét barnában bandukolunk a sötét utcákon, netalántán az útszélen, ahol nincs erda, és nagyon nagy esélyt adunk arra, hogy az autós észrevesz minket gyalogosan, ha valamilyen fényvisszaverő láthatósági eszközt viselünk magunkon, akár legyen a lábunkon, a táskánkon, a jackinken, életet menthet. A téli közúti közlekedés jellemző veszélyei a csúszós, jeges utak, a változó időjárási körülmények, a hótorlaszok, elzárt útvonalak, a csökkent látótávolság, valamint a kényszer megállások. Mindezeken túl az egyik legfontosabb a téli gumik használata.
Tévhit, hogy ezeket az abroncsokat csupán havas utakon érdemes használni. Akkor is téli gumival induljunk útnak, ha éppen nincs hó, hiszen a nyári köpeny már plusz 7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, és a csekély tapadás miatt használata veszélyessé válik. Ne feledje, mindenkit hazavárnak!